Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban innen Békás megyéről. A mai videóban szintén buszos tartalommal fogunk foglalkozni, és a közvetlen Békás megyéri környezetemet szeretném megmutatni, annak a közlekedését, illetve ugye megszűnt vonalakról szeretnénk beszélgetni, úgyhogy érdekes lesz a mai adás is, érdemes lesz velem tartani, és egyébként az ihletet egy nagy közlekedési YouTube-ostól kaptam, aki szintén a saját lakókörnyezetében egy megszűnt autóbusz viszonylatot mutatott be. Hát itt is van bőven, beszéljünk róla. Ugye Békásmegyeren belül pont a piaci oldalt szeretném megmutatni, hiszen ha tudjátok, akkor Békásmegyer két részből áll, illetve hát többből, igazából négy részből áll. Az egyik az pünkösfürdői rész, a másik az ófalu, van a hegy felőli oldal, illetve a Duna felőli oldal, vagy másnél a piac felőli oldal. Most én a piac felőli oldalról szeretnék beszélni, hiszen itt lakok már egy jó 5 éve, és régebben, gyerekkoromban én pont a másik oldalon, a hegy felőli oldalon nőttem föl, és ugye nagyon sokszor emlegettem így a videókban, hogy volt egy nullás busz, és kijavítottak engem, és valóban én is utána olvastam, hogy nem nullás busz volt, hanem békás busz volt a neve, tehát elnézést szeretnék kérni a téves információkért, most már így jobban átlátom a dolgokat, de ne felejtsük el azt sem, hogy én összesen 6 éves voltam, amikor innen elköltöztem, tehát 6 éves korában az ember nem sok mindenre emlékszik, valószínűleg azért gondoltam, hogy nullás busz, hiszen ezek Icarus 405-ösökkel voltak kiadva, ugye ezeknek már volt ilyen foggyemes kijelzőjük, és a kijelzőre nem tudták kírni azt, hogy békás jelölés, hanem helyette a rendszer nullás jelölést adott, tehát valószínűleg egy ilyen hiba volt a gépezetben, emiatt gondolhattam azt, hogy egy nullás busz. Lényeg, ettől most térjünk el, hiszen most nem a hegy felőli oldalról fogunk beszélgetni, hanem a piac felüli oldalról. Igazából én 6 éves koromig nem igazán jöttem át erre az oldalra, maximum csak a piacig jöttünk el, annál tovább nem másztunk be így a lakótelepi épületek közé, úgyhogy túl sok emlékem nincsen gyerekkoromban erről a részről, a másikról annál több. Viszont kutató munkát végeztem, és nagyon sok oldalon nem írják le azt, hogy hogy nézett ki a vonalhálózat, viszont több ilyen információból ugye a mai megálló nevekkel kapcsolatban virtuálisan fejben el tudtam képzelni az útvonalát, hiszen a megálló nevek nem nagyon változtak az évek során. Ez ugye fontos megjegyezni, hogy jelenleg a 34, 134, 204 és 296-os busz közlekedik ezen az oldalon. Ugye legfőképpen a 34 és a 134 szolgálja ki igazából a Duna felőli oldalt, a 204-296 pedig igazából Újpest felől érkezik, és azok csak, hogy mondjam, bejönnek ide erre a részre, Békásra. És régebben azt tudom, hogy 2008-ban adták át a 204-es autóbuszt, hiszen akkor adták át a Megyeri hidat, és Újpest felől úgy érkezett, hogy itt végigjött a Battyányi utcán, és jól emlékszem, hogy itt kilométeres sorokban állt itt a kocsi sor, és ugye itt a Hévátjárón át tudod befele jönni, és akkor itt volt pont a végállomás a Heltai Jenő téren, pont szembe, és itt haladt végig a Magyar József utcán, és innen ment visszafelé, tehát egy ilyen körjáratként közlekedett. De már most ez 2014-ben megváltozott, hiszen itt a Hadrianus utcánál igazából csináltak egy ilyen kisorolási lehetőséget, már nem csak abba az irányba lehet kifele haladni, hanem errefele is, így a 204-es autóbuszok eljönnek idáig a piacig, és itt a Juhász Gyula utcán felmennek, utána a 60-i Lajos utcán, és végül is Újmegyeri térnél van az új végállomás, ekkoriban jött létre az új 296-os busz is, 2014 felé, tehát nagyjából majdnem egyidősek ezek a buszjáratok, az pedig ugye ugyanígy közlekedik, annyi különbség, hogy ez nem Újpestre, hanem Újpalotára megy, illetve Káposztásmegyert is kiszolgálja, előtte meg a újpesti, kertesházas övezetet.
Na de most nem ezek a lényegek, hanem a megszüntetett 145-146-os busz, hiszen régebben itt ugyanúgy körjáratok voltak, mint jelenleg a túloldalon. Ott is egyébként a tavalyi évig volt a 143-as, 186-os, ami megkerült a lakótelepet, és az egyik a 143-as ment a Pince közt, az a 186-os a Donát utcához. Na már most ezt összevonták, és megszületett a 243-as, ami igazából egy nagy kör tesz ott a lakótelepen, tehát ott megmaradt ez a körjárat féleség, viszont itt teljes mértékben a 134 meg a 34-es átszeli a lakótelepet, és az Újmegyeri térnél végállomásozik. Ugye a 34-es az itt jön a Magyar József utcán, illetve a Hadrianus utcán, így közelíti meg, míg a 134-es az itt a Juhász Gyulán és a 60-i Lajoson, és gyakorlatilag ott találkoznak a Újmegyeri térnél. Régebben ugye ez nem így volt, régebben létezett a 145-146-os autóbusz, és nagyon jól emlékszem gyerekkoromból, hogy itt volt egy buszforduló, sőt nem is kell emlékezni rá, hiszen nagyon kiadja, hogy nem egyenletesen nő itt a fű. Gyakorlatilag, ahol most állunk, az egy buszforduló volt, ezt 2008 után szüntették meg, amikor is a 134-es buszt ugye meghosszabbították, régebben 42-es jelöléssel jött idáig, és meghosszabbították gyakorlatilag az előbb említett útvonalon, illetve ugye a 34-es buszt is, ami régebben csak a római fürdőig ment, az jött tovább most már a Magyar József utcán. Viszont nagyon megy az időnk, és el kéne kezdeni bejárni, innen fogjuk elindítani, és egészen az Újmegyei térig fogunk menni, és megmutatom nektek a egykori útvonalát, egy pár megállóba lát, gyakorlatilag ilyen 11-12 perces menetidővel rendelkezett. Ez volt az egyik végállomás, és ami az érdekesség, hogy egy-egy irányba mentek. Szóval igazából a mai terv, hogy el fogjuk kísérni a egykori 145-ös, 146-os autóbusznak az útvonalát, itt a Juhász Gyulán, illetve a 60-i Lajoson kereszt elmegyünk majd az Újmegyeri térig. Ez itt látjátok, a 134-esen az Újmegyeri térről és Szentlélek tér felé tart, most fog majd balra kanyarodni gyakorlatilag. Régebben ugye pont ahol állok, ide álltak be a buszok, itt volt a tényleges végállomás, és ugye úgy jött, hogy a 145-ös az elindult gyakorlatilag az Újmegyeri térről, itt végett a Hadrianuson, a Magyar Józsefen, és gyakorlatilag egy pár megállón belül már itt volt Békásmegyer hévállomásnál, itt bejött a buszfordulóba, és elindult arra Juhász Gyula utca felé. Ott elfordult gyakorlatilag jobbra a 60-i Lajoson, elment odáig, ott végjött a Pünkösfürdő utcán, és gyakorlatilag itt jött végig a Magyar József utcán, és az előbb említett módon elment ugye gyakorlatilag az Újmegyeri térre. Még a 146-os az végig ott jött a 60-i Lajoson, lejött a Juhász Gyulán, tehát ellentétesen. Bejött ide a buszfordulóba, majd visszafelé elindult déli irányba, Pünkösfürdő utca, 60-i Lajos, és ott ment végig gyakorlatilag vissza az Újmegyeri térre. El fogunk menni itt a Juhász Gyulán, mert itt még nem mentünk el. Egyébként csináltam vonalhálózati térképet is, mert ezt nem találtam. Mondom, több információban raktam össze. Itt láthatjátok, most bevágom nektek a régi vonalhálózati térképet, illetve ugye így néz ki most a vonalhálózati térkép. És akkor sétálunk egyet a Juhász Gyula utcánál, és megmutatom, hogy hol közlekedtek ezek a buszok. Mai napig itt jár a legtöbb autóbusz, három viszonylat is, amint említettem, a 134, a 204 meg a 296, és régebben Ikarusz 405-ösökkel voltak ezek kiadva. Ugye ezekről már találtam fényképet az interneten, és elég érdekes, hogy mennyi 405-ös Ikarusz volt. Hát gyakorlatilag nem volt akkora nagy forgalom itt a lakótelepen, sőt a mai napig kevesebben használják itt a lakótelepen belül az autóbusz közlekedést, bár most már csuklós buszok is vannak, de én is például igazából sétálni szoktam a hévállomásig, mert fölöslegesnek tartom azt, hogy felszálljak az autóbuszra egy-két megállóra. Mindjárt el is érkezünk a Hímző utcai megállóhoz. A 146-os az ebbe az irányba jött, míg a 145 az abba az irányba, és amint elérünk majd a 60-i Lajos utcához, akkor mutatom nektek, hogy ezek hogyan ágaztak le. Közben itt jön egy 204-es busz Újpest felé, jön az Újmegyeri térről, és megy gyakorlatilag Rákospalotára egészen pontosan.
Itt nem nagyon szoktam felszállni, mert nekem kicsit feljebb van a lakóhelyem, de szoktam itt leszállni, úgyhogy ismerem itt az egész környéket, mint a kis ujjamat. Még csukott szemmel is végig tudok közlekedni. Ugye láthatjátok, Himző utca, ennek régebben is Himző utca volt a neve, tehát utca névváltoztatások nem nagyon történtek. Egyébként a 145-ös busz az 81-ben jött létre, 1981, és 2008-ban szűnt meg, illetve a 146-os pedig 1979-től 2008-ig, tehát egyszerre szűntek meg, és akkor ezután szedték föl igazából a buszfordulót is, hiszen nem volt már rá továbbiakban szükség. Ami még talán így érdekesség lehet, hogy amíg ezen az oldalon, a Duna felüli oldalon vég az Arriva szolgáltat, hiszen a 134, a 34, a 204, a 296 is Arrivás vonal, addig a túloldalon a 143-as és 160-as buszok, amik jelenleg közlekednek, azok pedig BKV-sok, úgyhogy így ketté szakad a lakótelep ilyen szinten, illetve hát középen megy a MÁV-hév, úgyhogy három cég is megjelenik itt a személyszállításban, illetve négy, mert még van az Osannak is autóbusza, ő pedig a sportbusz, vagy nem tudom melyik szolgáltató, egyébként pont itt jön szembe. Megemlítettem, és jön. Ja, pont itt jön, ilyen kis fehér buszokkal lehet az Osanhoz menni, de nem nagyon használják ezt, inkább az idősebbek, akik nehezebben mozognak, hiszen ugye ez az áruház bejárata előtt tesz le titeket, és nem kell átsétálni a parkolón keresztül. Én leginkább a 204-es busz szoktam használni, vagy gyalogolok odáig, mert egy jó 15 perces sét alatt elérhető. Közben pont fordul egy 296-os, ugye ezek egymás után jönnek, és ahol most fordult a 296, ez a 60-ila és utca Újmegyeri tér felől jön. Na, pont így fordult be a 146-os is, és tartott ugye a hévállomásig, majd aztán mint a 134-es lefele fordult, gyakorlatilag a Magyar József utcán a Pünkös fürdő irányába. És ez az ominózus kereszteződés, ahol gyakorlatilag a 134, 204, 296-os buszok lefordulnak. Ugye pont itt volt az, ahol a 146-os busz onnan jött, az Újmegyeri térről errefele fordult, és haladt abba az irányba. Csak még egyszer azért mondom el, hogy jobb áttekintést kapjatok, főleg, hogyha nem vagytok ismerősök a környéken. A 145-ös busz pedig innen jött, és gyakorlatilag arra fordult, hogy megtegye a körét, és visszafele közlekedhessen a Magyar József utcán keresztül. És ami az érdekesség, hogy itt a leírások szerint kellett lenni egy megállónak, ugye egy ideig itt volt most az MDF piac, illetve hát ugye a Békásmegyeri piac itt volt kialakítva, amíg ugye átalakították teljes mértékben, ide lehetett jönni, és valószínűleg itt volt egy megálló. Most, ha jól látom, nagy darug dolgoznak, mert ugye építenek ilyen társasházakat, ilyen nem tudom hány millióért. Lesétáltunk itt a 60-i Lajos utcán, és pont nem kitörölte valamiért a felvételt, amit ott készítettem. A lényeg az, hogy nem találtuk meg ott azt a megállót, aminek ott kellett volna lennie, hiszen valószínűleg már eltűnt, és emlékem sincs róla, hogy pontosan hol keressem. De a lényeg, hogy volt még egy 60-i Lajos utca megálló hely ott lejjebb, és egyébként nincsen messze az Újmegyeri tér, tehát most már gyalogtáv bejárható 15 perc alatt ez az autóbuszvonal, ami régebben 10 perces volt, tehát értjük azt, hogy miért szüntették meg, és ezzel egy sokkal jobb alternatívát nyújtottak, hiszen ezek a buszok már nem csak a lakótelepen belüli közlekedést szolgálják ki, mondjuk az idősebb, betegebb embereknek, hanem gyakorlatilag könnyebben be lehet jutni a városba, akár a Szentlélek térre, akár a Göncz Árpád városközponthoz, vagy akár Újpestre, és ezen belül Rákospalotára, vagy Újpalotára is. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó, én el is búcsúzom lassan tőletek. Amit észrevettetek a csatornán, hogy létrejöttek új csatornatagságok, erről majd külön videó fog készíteni, hogy milyen előnyökkel jár. Aki teheti, az csatlakozzon a csatornatagsághoz, és élvezze majd ki az előnyöket. Aki még nem szeretne, az se probléma, hiszen ez hátrányokkal nem fog nektek járni, ugyanúgy kapjátok majd a videókat, viszont előnyökben még nem részesülhettek. Az előnyökről, illetve egyéb másról mondom, majd külön videót fog készíteni. Mindenképpen lájkoljátok ezt a videót, ha tetszett ez a tematika, és nyomjátok meg a feliratkozás gombot, hogy végre meglegyen már a 2000 feliratkozó. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!